polgárjogaitok. Azután kiabálta ezt kameránkba a férfi, miután a székesfehérvári járásbíróság letartóztatásba helyezte őt. A gyanúsított rendőrök kíséretében vezetőszáron érkezett a vármegyei kapitányságról, és hosszú ülés után ugyanígy távozott. Az eddigi információk szerint a 41 éves férfi addig ütötte és rúgta barátnőjét, amíg a nő életét vesztette. Úgy tudni, a pár alkoholt fogyasztott és kábítószerezett a tragikus estén. A megalapozott gyanú szerint 2024. október 13. napján az általa lakott ingatlanban közös alkoholfogyasztást követően szerelemféltésből bántalmazta a sértettet oly módon, hogy őt több alkalommal tesszerte, megütötte, valamint nagy erővel több alkalommal a fejét és a felső testét megrúgta. A Székesfehérvár járásbíróság 30 napra elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozóhatóság a gyanúsított által lakott ingatlanban kábítószergyanús anyagokat is talált. A Székesfehérvári járásbíróság nyomozási bírája úgy ítélte meg, hogy a komoly tárgyi súlyú és törvényi fenyegetettségű bűncselekményt elkövető gyanúsított esetében fennáll a szökés elrejtőzés és a nyomozás kezdeti szakaszára figyelemmel a bizonyítás meghiúsításának a veszélye is. A végzés nem végleges, a gyanúsított védője enyhébb kényszerintézkedés kiszabása miatt fellebbezett.